Üdvözlet mindenkinek, 2018. november 13-án, ez az élőadás az Infobubble csatornán, remélem mindenki nagyszerűen van. Ezúttal folytatni fogjuk az Emberiség kihalása című sorozatot, és ez az a második része. Meg fogunk nézni egy videót. Ha jól emlékszem, akkor a címe az Demographic Winter, ami azt jelenti, hogy demográfiai tél. Tél általában az emberek életében, de úgy a mindennapjainkban is a dolgoknak a végét jelenti, amikor a körforgás lezárul, amikor az életnek a körforgása lezárul. Úgyhogy szerintem ez egy különösen találó cím erre a dokumentumfilmre. És az alcíme ennek egyébként az, hogy az emberi család hanyatlása. Én nem tudtam, hogy ez a magák a dokumentumfilmnek a címe, én egy másik csatornán láttam ezt újra feltöltve, de most így olvasva valahogy mégis úgy tűnik, hogy a címválasztás az nagyszerűen sikerült. Úgyhogy üdvözlet mindenkinek, aki már itt van, és amennyiben megosztjátok a linket, akkor az szuper lenne, hogyha megosztanátok a linkjét ennek az élőnek, ahol csak lehet, és akkor az emberekhez eljutna ez az üzenet, és aki akar, akit érdekel, az eltalál ide. És akkor remélhetőleg fel tudunk ébreszteni még több ember. Igazából én nem is azt akarom most itt hangsúlyozni, hogy sőt, semmiképpen sem, hogy nekünk félnünk kellene bármitől is, hanem sokkal inkább felhívnám a figyelmet, illetve hát fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az a valóság, amit a legtöbb ember annak gondol, az egyáltalán nem felel meg igazságnak. És szerintem ez a túlnépesedés dolog, ez az egyik legnagyszerűbb példa arra, hogy hogyan is perdített el az igazságot az ellenség, és állított a feje tetejére az egész világot. Ugyanis ez pontosan az ellentéte annak, ami történik. Még akkor is, hogyha el fog tartani egy darabig, mire az bekövetkezik, amiről én beszélek, azonban kétsége ne legyen senkinek, hogyha lenne elég időnk, akkor szépen lassan eljutnánk addig a pillanatig, amikor eltűnik az emberi faj a földről. Így is elfogunk, csak így más okok miatt. De ha minden a megadott mederben folytatódik, ha minden úgy menne tovább, ahogyan most is, akkor szépen lassan, előbb-utóbb eltűnne az emberiség a Földről. Ugyanis egyszerűen nem lenne utánpótlás, elfogyna az utánpótlás. Ezt tapasztalhatják egyébként az úgynevezett nyugati társadalmak, és ez a videó, ami következni fog, erre épül, arra a jelenségre, ami történik az úgynevezett fejlett ipari országokban, de mivel az egész világ ehhez próbál felzárkózni, ezért biztosak lehetünk abban, hogy előbb-utóbb mindenki eljutna arra a szintre, hogy szépen lassan elfogynának idézőjelbe tett új emberek, azaz a gyerekek a világról, és hogyha ez bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy az emberi faj kihal. Ez az a folyamat, ami elkezdődött már a fejlett országokban, és szerintem ennek több fő oka is van. Úgy értem, hogy ezt nem lehet visszavezetni egyetlen egy okra, hanem számos faktor az, ami közrejátszik, és ami okozza ezt a jelenséget. De az egyik legjelentősebb ezek közül mindenképpen a társadalomnak a programozása.
a propaganda, ami elsősorban az oktatás, illetve a média segítségével jut el az emberek agyába, ami ugye a cél, az emberek elméjébe sokkal inkább, ami ennek a cél állomása. Rengeteg ember készpénznek veszi azt, amit hall a médiában, vagy pedig amit az iskolában megtanul. És ennek az a következménye, hogy egy álomvilágban éli le az életét, ahol túl sok ember van a Földön. Nézzük szép lassan, még akartam várni néhány percet arra, hogy esetleg találjunk embereket, akik csatlakozni szeretnének, de biztos vagyok benne, hogy aki szeretne, az meg fogja találni a lehetőséget erre. Hogy meg is mutatom azt a videót, amit szerettem volna egy pillanat. Ja. Ez lesz az. Szóval, ahogy mondtam, a videó címe az Demographic Winter, The Decline of the Human Family, azaz demográfiai tél, emberi családnak a hanyatlása, vagy az ember hanyatlása tulajdonképpen. Vagy más szóval az emberiség kihalása. Ha valaki meg szeretné osztani ezt a linket, akkor szerintem ez egy nagyszerű ötlet lenne. Az a probléma sajnos, hogy nem tudom a videó minőségét jobbra állítani, hogy be kell érnünk ezzel. De első 25 percig fogunk eljutni, és hát azt nem ígérem, hogy eljutunk, de az a cél, az szól kifejezetten a demográfiai hanyatlásról, illetve az emberiség létszámának csökkenéséről. Aztán a jövőben majd meglátjuk, később megnézzük ennek a gazdasági hatását, részben lesz szó erről, de az már a dokumentumfilmnek a második szakasza, hogy még annyit meg akarok nézni, hogy a hanggal rendben van-e minden, úgyhogy azt akarom csak beállítgatni. Oké. Elkezdjük, és akkor én fordítom, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk el. I think we find ourselves at a crossroads. There's one way to turn this around, maybe. Amiről beszél az, hogy egy útelágazódáshoz érkezett az emberiség, amikor el kell döntenünk, hogy melyik irányba haladunk. I'd call the Swedish model. Az egyik a svéd modell. There's not much you can say for the Swedish model. It's encouraging. És igazából sok jót nem lehet elmondani erről a modellről, ami bátorító lenne számunkra. If you've got a country or a region of the world that is losing population. Ugyanis ez egy olyan terület a világnak, amely népességet veszít évről évre. That's devastating. I mean, that would say that region would be in a depression. We'd call it in economics. Ami azt jelenti, hogy ha gazdasági értelemben beszélnénk erről, vagy gazdasági terminológiát használnánk, akkor az gyakorlatilag egy depresszió lenne. My experience in talking to people about this is that they simply don't understand what's about to happen. És a hölgy egyébként azt mondja, amit én is próbálok mondani hosszú ideje. Az pedig az, hogy az ő tapasztalata az, hogy ha az embereket figyelmezteti erre a problémára, ami közeleg, akkor egyszerűen nem fogják megérteni. Szerintem ez valami olyasmi, amivel mindannyian találkozunk nap mint nap. Próbáljuk az embereket figyelmeztetni, ők azt nem értik meg. People about this is that they simply don't understand what's about to happen. Nem értik meg, hogy mi az, ami hamarosan történni fog. There's not much quibble. There's not much controversy.
among people in the know. És azok, akik értik, hogy mi az, ami történik, azok között egyáltalán nincsen semmiféle ellentmondás, vagy pedig kételj azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami történni fog. We have entered into a new phase of modern history. Az emberiség történelmének egy új szakaszába léptünk. One that we desperately need to understand. You know, there's been a great decline in maybe 70 countries now that are below replacement fertility. 70 ország van a világon jelenleg, ami a termékenységi ráta az gyakorlatilag ott azon országokban a termékenységi ráta vagy együttható az a fenntarthatóság szintje alatt van. Ezek közül néhány az, amit látunk a képernyőn. 2,13 az, ami ahhoz szükséges, úgy értem, hogy egy nőre 2,13 gyermek kellene, hogy szülessen annak az élettartama alatt, hogy fenntartható legyen a fejlődése, illetve hát az országnak a népessége. Ehhez képest látjuk azt, hogy Kína, Németország, Svájc 1,4, Málta 1,45, Portugál 1,46, Belgium 1,55, Kanada 1,55, többi és a többi. Replacement fertility is the number of childbirths per woman that is Magyarország 1,31. Required to replace the existing population. És ez ugye Lettország 1,2-vel. We're going into a new era. És ugyanezt mondta ő is egyébként, hogy az emberiség történelmének egy új szakasza kezdődik. Ugyanúgy, ahogy folyamatosan erről próbálok beszélni én is. Why is this aging? Why is this demographic? Okay, ez egy nagyszerű diagram, ami bemutatja azt, hogyan alakul a 14 éven aluliak száma egy társadalom, ez Európa egyébként, és a Eurostat adatai, az Európai Statisztikai Hivatal tulajdonképpen. 22%-a volt a társadalomnak 1980-ban 14 év alatti, és 14%-a volt 65 év fölötti. Egyébként ez köszönhető természetesen az úgynevezett baby boom generációnak, ami a 60-as, 70-es évek után a 80-asban teljesedett ki. Ez egy speciális korszak volt, de akkor is a változás az elég megdöbbentő szerintem. 1980-tól 2005-ig eljutottunk oda, hogy 22-ről 16% lett a 14 év alatti, a 65 év fölötti pedig 16 lett szintén, 22-16-ra és 13,5-ről szintén 16-ra, ami azt jelenti, hogy 2005 volt az az év, amikor a 65 év fölöttiek száma megelőzte a 14 év alattiak számát, illetve hát felülmúlta. Ami elég sokkoló. Tudván azt, hogy mennyire kevés 65 év feletti van egyáltalán. Winter occurring. What's happening in rich country? Ezért lett egyébként a film címe Demográfiai tél, ezt jelképezvén. Ugye persze ez drasztikusnak tűnik, ugyanis a beosztások ezen a skálán százalékban viszonylag kicsik, ezért úgy maga a látvány az drasztikus, de a számok mindenképpen azok, hogyha ezt le is számítjuk. Countries happening in poor countries, happening in Catholic countries, Islamic countries, and that is... Ja igen, és amiről most beszél, az az, hogy ez egyébként Iránnak a grafikonja volt, úgyhogy ez a jelenség mindenhol így van a világon. Iszlám, Ázsia, Afrika. Afrika az egyetlen kontinens, ahol egyébként még növekszik a születés száma bizonyos területeken. De összességében véve az egész világ hanyatlik. Everywhere, ez Egyiptom, ami azt jelenti itt, hogy ez, ha jól értelmezem, akkor 7 gyerek per család, ez pedig 2000-ben elérte a 3 és felet, azután pedig ugye ez volt az, amit ők
jövendőletek Egyiptomról 2040-ben, 2040 körülre éri el azt a szintet, ami a fenntartás alá kerül. Egyébként ez az Egyesült Nemzeteknek az adata. People are having fewer and fewer children. When fewer children are born, there are proportionately more elderly. This is called an aging population. Okay. Ez tiszta sor, és ezt én próbáltam már elmagyarázni többször, több-kevesebb sikerrel, megpróbálom még egyszer. Akkor, amikor kevesebb gyermek születik egy társadalomban, ezt egyébként el fogják mondani ők is gyönyörűen, maga a dokumentumfilm szenzáció szerintem. Szóval, amikor egy társadalomban csökken a fiatalkorúak száma, akkor az egyértelműen egy idősödő vagy öregedő társadalom. Ez a demográfiai tél. Megköszönt a vége annak a társadalomnak. Ugyanis megnő az öregek száma, és lecsökken a fiatalok száma. Ez az, amiről beszéltem korábban. Ezt lehetetlen fenntartani. Úgy értem, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, hogy mi az összeesküvés elmélet számára, vagy hogy ő egy gömbön él, ahonnan annyi ember van, hogy leesnek az alján. Ez nem a valóság. Értem, hogy ez sosem volt a valóság, de most még távolabb kerültünk tőle, mint valaha voltunk. Az most nem is téma, hogy a Föld nem egy gömb, most a téma az, hogy nem az, hogy sokan vagyunk, hanem a helyzet az, hogy el fogunk fogyni. The world the last 200 years has been population increases pretty much in all countries. Ez a világ népességnek a növekedése 1900-tól 2000-ig. Ez gyermek per nő, ez az átlag 6 volt. 1,67-ről felnövekedett egészen 6-ra. Ez a technológiának köszönhető, ez nyilvánvaló, ezt gondolom mindenki érti. Nem csak a technológia, hanem az egészségügy és különböző higiénés szokások megváltozása, szerintem a városiasodása, és de elsősorban a technológiai forradalom az, ami ezt lehetővé tette. Folyamatosan növekedett egészen 2000 körülig. Well, that's the challenge, to try to first understand why it's happening and then some consequences. Ez pedig az, ami most történik. 50% mínusz 50 év alatt. The reason the world has experienced. Ez születési ráta egyébként különböző országokban, ezt szerintem mindenki ki tudja logikázni, hogy melyik szín melyik ország, de ha esetleg nem, akkor láthatjuk azt, hogy az összes tulajdonképpen ugyanazt a tendenciát mutatja. Ezt próbáltam meg elmagyarázni múltkor, meg már többször korábban. Minél fejlettebb egy társadalom, annál kevesebb gyerek születik, hiszen annál inkább a kényelem felé gravitálnak az emberek, vagyis hát arra felé mozdulnak el az emberek, de nem csak hogy a kényelem felé, hanem az élet drágább lesz, hiszen az életkörülmények megváltoznak, az igények magasabbak lesznek, a kényelem szintje növekszik, és ennek a fenntartása több pénzbe kerül. Ezért szerintem mi most jutottunk el arra a szintre, hogy észre sem vesszük azt, hogy ez mindannyiunkat érint. Beleértve mindannyiunkat úgy, hogy az én magam gondolkodása is ilyen volt, nagyon-nagyon mostanáig, hogy nekem nem éri meg, hogy sok gyerekem legyen, hiszen az problémát fog okozni, az én életszínvonalam csökkenni fog, nekem nem kell az a nyűg, de ez, ha elismeri valaki, ha nem, ez benne van mindenkiben. Hiszen hogy lehetséges az, hogy 1820-ban azt mondták az emberek, hogy 6 gyerek belefér, aki ma sok gyereket akar, az 3, de egyébként az átlag az 1,3. Szóval ez tagadhatatlan, hogy mindenki így gondolkodik, vagy legalábbis a legtöbb ember. És ebben még nincs benne az, akinek van 4 gyereke. Mert az ugye kivált egy másikat, akinek 0 van. Szóval ez a helyzet, ez a nagy helyzet. És ez a 6 egyébként az Egyesült Államokban volt, ez a piros, illetve Brazíliában a sötétkék. De láthatjuk, hogy amióta elkezdődött a statisztika Afrikában, ez a lila itt a jobb színen, az 50-es évektől, ott is 5 volt a jellemző, 5-6. Kína volt ez a 4, és igazából Nyugat-Európában már 4 volt 1820-ban, Japánban pedig 3 alól indult. De ez mára szinte mindenhol a fenntarthatósági szám alá, illetve együttható alá csökkent. Még Kína is, a világ legnépesebb országa,
képes volt leszorítani, ugye ott csak egy gyermeket lehet vállalni gyakorlatilag, és az is többnyire férfi. Szóval ez a helyzet. Experienced a population explosion over the past century is not because human beings suddenly started breeding like rabbits, it's because they finally stopped dying like flies. És amiről beszélt a karakter az az, hogy nem azért növekedett az emberiség népesség, és amúgy ez a trükk, és ez a helyzet, hogy szerintem ez ugyanolyan, mint amikor az ember lát egy bűvész trükköt. Mindenkinek megvan az elképzelése arról, hogy mi történt, és aztán van az a dolog, ami valójában történt. Azt gondolja mindenki, hogy most túlnépesedés van, mert annyi ember születik. Nem erről van szó. A helyzet az, hogy nem hallnak meg annyian. Ezért, sőt, egyébként szerintem ez egy illúzió, hogy sokan vagyunk, de ezt fel tudná fogni mindenki, aki gondolkodik, mégpedig azért, mert az emberiség túlnyomó többsége városokban, és ez úgy tűnik, hogy sok ember van. Mert a legtöbb ember itt él. De ha most mindenki hirtelen kiköltözne, és egy hektáros területen elkezdene dolgozni, egy család, ami fenntartaná őket, akkor egyáltalán nem az lenne a helyzet, hogy mennyire sűrűn élünk. Csak az élet körülmények is megváltoztak. Tovább élnek az emberek, és mivel tovább vannak rajta a földön, ezért több van belőlünk. Ez nem azt jelenti, hogy többen szaporodnak, de az emberek ennyire tudatlanok, hogy szerintem nem képesek felfogni. És az igazság, hogy én is ebbe a kategóriába tartoztam egykor. De van egy alapvető komponens, ami a legtöbb emberből hiányzik, az pedig az többek között, hogy elismerje azt, amikor tévedett. Az igazság felfedezése az egy olyan dolog, ami megkívánja ezt a komponenst, hogy az ember hajlandó legyen elismerni azt, hogy megvezették és tévedett egész életében. What's really driven up human numbers has been a health explosion. The population of children in the world has already declined. És a megdöbbentő az, hogy 1990 előtt már a gyermekek száma az csökkenőben volt. Ez egyébként a népesség növekedés itt éves szinten. És ez, ha jól látom, 1990-től már ez csökkenőben van. Annak ellenére, hogy az emberiség népessége még mindig növekedni fog egészen, ugye előre látható 2030-2040-ig. Ez annak az eredménye, hogy azok az emberek szépen lassan ki fognak halni. De nem azért van, mert több gyerek születik, hanem később halnak meg az emberek. Ez pedig az 5 év alatti gyermekek száma egyébként, és ez olyan 600 ezer volt 90-ben, aztán növekedett még 2000-ig, és onnantól kezdve egyébként szerintem ez sokkoló, hogy mennyire lecsökkent, egészen 400 ezer alá. Le fog csökkenni tulajdonképpen. 1.7-1.8 billion. Mindeközben a 65 éven felüliek száma pedig ez. És ez a világ népessége. Úgyhogy ebbe bele van számolva az, hogy Afrikában X gyerek születik, Svédországban meg X nem. És akkor mondja azt nekem valaki, hogy ez nem sokkoló. Ez az Egyesült Nemzeteknek egyébként a népesség nyilvántartó statisztikája. Ami azt jelenti, hogy a 65 éven fölüliek száma az meg háromszorozódik 2050-re, míg az 5 éven aluliak száma pedig 200 ezerrel fog csökkenni. Ez egy egészen elképesztő táblázat, szerintem. De ha valaki kíváncsi az igazságra, akkor itt van annak egy része. És ez pedig az emberiségnek az össznépessége. 2050-ig még mindig növekedni fog a népesség. Úgyhogy valóban népesség növekedés van, de akkor most már látja mindenki, hogy mi is az, ami valójában történik. És mi van akkor, hogyha megmutatjuk ezt valakinek, aki esetleg nem hiszi el, hogy a probléma akkora, mint amekkora mi tudjuk, hogy a probléma. És azt mondjuk, hogy oké, hé, akkor erre gondoltál már, hogy
Természetesen növekszik az emberiség népessége ezért, meg így. Ez egy probléma, az, de nem azért, amiért mondják, hogy annyian leszünk, hogy lefele fogunk esni az alján a gömbnek. A probléma az, hogy el fogunk fogyni. Ki fog halni ez az egész kócerály, mert el fognak fogyni az emberek róla. Certain population reduction in at least some countries, and in many countries without immigration, enters us into unknown terrain where there are potentially very significant negative consequences. Arról van szó, hogy ha a bevándorlási hullám egyébként ezt tetézi szerintem, ez csak hozzájárul ahhoz, hogy úgy tűnjön, hogy sok ember van a Földön. Amit látunk mi most a világban, az gyakorlatilag egy haldokló szervezetnek az utolsó rugásai. Ez a haldokló szervezet, ez az emberiség. Így értem. Az emberiségnek befellegzett vége van. Szóval, ha valakinek más tervei vannak, vagy valakinek más elképzelései vannak, akkor ezt láthatja most a tények tükrében, de azok, akik ismerik az igazságot, azoknak tudniuk kell, hogy ami most történik, az gyakorlatilag a halál tusája az emberiségnek. Az a káosz, ami most van, ez a végét jelenti ennek az egésznek. Az, ami következik, olyan még nem volt, és már nem is lesz. Ez csak egy része annak. És a bevándorlási hullám szerintem nagyszerűen reprezentálja ezt a harcot, ezt a végső harcot, amit egy haldokló szervezet vív. Ugyanis ez még rá bombáz arra a káosz, ami amúgy is van, és úgy tűnik, hogy sokan vagyunk, még most is növekszik a számunk, és még hozzáadjuk a bevándorlókat azokba az országba, és akkor látjuk, hogy az emberek miért gondolják azt, hogy óriási a probléma. Ehhez hozzá tudjuk venni a háborúkat, meg még azokat, amik következnek, a betegséget, az abból származó gazdasági válságot, a szegénységet, és mindazt, ami következik a világban, és akkor láthatjuk, hogy mi is az, amire gondolok, mikor azt mondom, hogy ez az utolsó rúgásai ennek a döglődő valaminek, amit emberiségnek hívunk. Én nem sajnálom, vagy egyáltalán nem is félek ettől az egésztől, én csak arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy van egy másfajta perspektíva is az mellett, amit a legtöbb ember gondol, hogy az igazság. Aztán mindenki fontolja meg, hogy az, amit itt hall, az összeegyeztetője a valósággal, vagy egyáltalán érdemes-e megfontolni azt. De én szerintem ebben több logika van, mint bármiben, amit bárki fog hallani a tévében. Talán az utolsó adásig ott. Sub replacement fertility a generation and more ago means that the working age population, age 15 to... Okay. Ez az európai népesség a dolgozók korúak száma. Okay. Hogy ez hogy kerüli az emberek figyelmét, az egy rejtély számom. Hogy mondhatja azt valaki, hogy ez egy összeesküvés elmélet, az tényleg megdöbbentő. Itt vannak a számok. Egyesült Nemzetek világ népességének a tulajdonképpen az előrevetítése 2006-os, utoljára 2006-ban volt ez az egész változtatva, illetve hát újra számolva. 1925, ez itt baloldalt a két évszám között, ugye van 1950 és az között 1925. 1925-től, illetve hát korábban 1900-tól folyamatosan növekszik az európai népesség. Ez egyébként egész véletlenül az ipari fejlődéssel is összefüggésbe hozható, hiszen több ember többet tud dolgozni, többet tud újítani, és maga a termelés is fejlődik, ezért az élet is egyszerűbb. 2000-ben érte el ez a csúcsát. Úgy, hogy onnantól kezdődött el az a folyamat, mikor nekünk elkezdték azt tanítani gyakorlatilag nagy üzemben, hogy a Föld túl fog népesedni. Úgy, hogy ők már tudták, hogy az európai népesség a dolgozókorúak száma 2000-től csökken. Akkor magyarázza el nekem azt valaki, hogy ha ez így folytatódik, akkor ki fogja fizetni majd az én meg az ő nyugdíját. Ha? És akkor gondolkozzon el mindenki azon, hogy honnan lesz majd pénz, hogy mi az, amiért most dolgozik, amit fizet be nyugdíjjárulékot,
Az majd mi lesz akkor? Mikor el fog fogyni a dolgozókorúak szám, mikor nem lesz az, aki befizeti majd az adót, hogy fizesse az ő nyugdíját, mert az ő nyugdíját nem a mi nyugdíjjárulékunk, meg ezek a dolgok, amiket vonnak az emberektől, ezt nem félreteszik, hogy majd ezt azok, akik most befizetik, megkapják, ezeket a mostani embereket próbálják valahogy a lyukakat tömködni, mert már most többen vannak azok, hát, akik járulékon élnek, mint azok, akik dolgoznak. Ez addigra el fog fogyni, mire a mostani generáció oda kerül. Csak akkor még ennyi dolgozókorú se lesz, meg ennyi munka se lesz, mint amennyi most van. Úgyhogy sok szerencsét mindenkinek, aki gyűjtegeti a pénzét a bankban, meg a nyugdíjat fizeti befele, hogy majd ő öregkorában utazgatni fog ide-oda, meg a virtuális szemüvegbe fogja majd ott nézegetni a Marsot, meg mit tudom én mit. 64 is going to be slowing and then peaking and then declining more or less indefinitely as far as the demographer's eye can see. És ez a folyamat and then declining more or less indefinitely as far. Ez a folyamat, ez a csökkenés arról beszél, hogy ez előreláthatólag és meghatározhatatlan ideig a jövőben csökkenni fog. Illetve hát maga a folyamat menni fog tovább, de ez a szám csökkenni fog. És ez az, amit itt látunk. Hogy fordítsa ezt vissza valaki? Kezdjenek el most 5-6 gyereket gyártani úgy, hogy azokkal a költségekkel, amikkel a legtöbb embernek számolni kell egy város életben. Munka nélkül, minden nélkül. Úgyhogy a munka fogy elfele. A levegőt nem lehet lélegezni, nincs mit inni. Le vagyunk sprézve állandóan. Szemetet eszünk. Egymást érik a kocsik az utcán. Meg a robotok átveszik majd az összes munkahelyet. Meg a mit tudom, milyen szoftverek. Úgyhogy sok szerencsét, hogy visszafordítsák ezt a folyamatot. Or as the demographer's eye can see. In previous eras in which we had manpower shortages, we resorted to things like slavery and indentured servitude. And gradually, as the world population took off, beginning in the 18th century, we freed more and more categories of people. Ugye régebben a rabszolgaság, illetve a különböző kényszer munka megoldások voltak azok, amik a termelékenységet jelentették, illetve segítették, azonban mivel egyre több és több embert szabadítottak fel, ezért lehetővé vált az a gazdasági fejlődés, amit tapasztaltunk. Hiszen felszabadult az az emberi tőke. From slavery, from debt peonage. Most people think, because they've seen it all, they like real estate only goes up, they're not making. Ez az ember egyébként egy Harvard terjeszdent, és ő ugye Harvardon diplomázott. Van egy bestseller könyve, ami The Great Boom Ahead, ha jól látom, ami a nagy robbanás előttünk van, és egyébként van egy saját alapítvány, és ő ennek az elnöke. Pillanat, azt mondja egyébként. Most people think, because they've seen it all, they like real estate only goes up, they're not making more of it, population's growing, and real estate doesn't always go up. It was down. A legtöbb ember, és ezt is annyiszor itt is elmondtam már, de így az emberekkel, akikkel beszéltem, akik arról beszélnek, hogy mindegy, hogy mikor vesznek házat, mert annak csak megy fölfele az ára. Hát már mióta én élek, azóta nem így van. Úgyis ugyanez lesz megint. Az, ami most van, hogy 350 ezer forint egy 10 emeletesben egy lakás Magyarországon, egy nagyobb városban, az nevetséges, vagy 400 ezer forint, ráadásul vidéken. Annak nem annyi az értéke, az egyszerűen csak most mesterségesen, mivel újra vannak hitelek, meg a csok, meg mit tudom én mi, ezért az emberek meg tudják venni. Nem azért, mert a termelés lehetővé tette azt, hogy az emberek annyit dolgoztak, hogy annyi megspórolt pénzük, hogy lakásokat vegyenek, hanem az ország felvesz hitelt, aztán azt kiadja a bankoknak, aztán azt kiadja az embereknek, mi fizetjük vissza a kamatot valakinek az ország, mi a banknak, a bank az országnak, utána az tovább, így mindenki jól jár, kivéve azt, aki a végén van. Aki felveszi hitelre a 20 milliós lakásra, ami hamarosan nem fog érni csak 5-öt, mint amennyit valójában ér, vagy nullát, mint amennyit ér egy 10 emeletes 8. emeletén egy 60 éves lakás, ami a szocializmusba épül. Azt most lehet, hogy el tudja adni 12, 13, 14 millió forintért, de én garantálom mindenkinek, hogy 10 év múlva az lakás 0 forintot fog érni.
de az ő hitele attól még 15 millió forint lesz rajta. Vagy egy házon, vagy egy akármin, amit vesz most valaki. Ez az, amiről ő beszél mellesleg. Azt mondja, hogy az emberek azt hiszik, hogy az ingatlan ára, meg az emberiség népessége az állandóan csak növekszik. Most látjuk, hogy ez egyik sem így van. A lot of the early 1900s and particularly in the 1930s in that depression. 1900-as évek elején, 1930-ban sem így volt, ez az, amit ő mond, de most már tudjuk, hogy 2008-ban sem így volt. Northern Italy and parts of Spain, but fertility rates below one. Észak-Olaszország és Spanyolország bizonyos részein ez a termékenységi mutató egy alatt van. Homes in abandoned villages all around Europe. És számos olyan, illetve számtalan tulajdonképp Európa szerte tele van olyan falvakkal, amik el vannak néptelenedve és el lesznek néptelenedve. First, there's a few. Ez négy generáció alatt az egy gyermek per pár, négy generáció alatt ezt két embert eredményez ebből a 16-ból. Négy generáció alatt. 80 év. De lehet, hogy annyi se. 16-ból kettő. Births, fertility rate is very low, it's 1.38 in Europe. Európai termékenységi adatok 87-ben már csak 2,1 volt, 2005-re 1,38-re. Whereas the rate needed for survival is 2.1. While Western Europe. És ugye 2,1 az az adat, illetve az a szám, amire szükségünk van ahhoz, hogy egy társadalom fennmaradja. Europe is experiencing low fertility. Parts of Eastern Europe are already experiencing population decline. És Kelet-Európa az a terület, ahol ez a folyamat úgy tűnik, hogy a legsúlyosabb, ahol már a társadalom, illetve a népesség hanyatlik. From 1989, for example, to 2002, the population has decreased by 13%. 30%-kal csökkent a népesség, de egyébként még egyszer meg akarom hallgatni. Egyébként egy parlamenti képviselő lett országban. Population decline. From 1989, for example, to 2002, the population has decreased by 13%. Ez 89-től 2003, de nem elfelejtettem, 89-től 2000-es évek elejéig 30%-kal csökkent a népesség. 30. Jó, persze van ebbe kivándorlás, de Lettországról van. Oroszország. Ez pedig 140 millióról 2050-re 70 millió. A fele lesz. 140 millióról 70. Úgyhogy ez gyakorlatilag az a tendencia, amit az orosz népesség mutat. The United States will face severe problems even before population itself may begin to decline. Imagine if all your taxes went for nothing but Social Security and Medicare. És ez pontosan az, amiről beszélek. Ez az, amit ő elmond. Itt van mindenki hallhatja, nem kell, hogy tőlem hallja. Itt vannak ezek a diplomás emberek, PhD, mesterképzés, Harvard, parlamenti képviselő. Még mi az, amire szükség van? Még kire lenne szükség, hogy elmondja, hogy mi van? Megmutatom még egyszer. Még mielőtt elkezdődik a népesség csökkenése, a problémák már akkor el fognak kezdődni. És ez pontosan azért van, amit az előbb felvázoltam. All your taxes went for nothing but Social Security and Medicare. And you still don't have healthcare as a young person. All right. Az összes adó, az állam összes gazdaságból beszedett pénze arra megy el, hogy a társadalom biztosítást fedezze, illetve a különböző szociális juttatásokat ki tudja fizetni az arra jogosult embereknek.
Ez az, amiről ő beszél. Nem az, amit én találtam ki, ő ezt mondja, hogy ez az, ami történni fog ezekben a társadalmakban. Nem azért, mert ő egy összeesküvés elméletben hisz, hanem azért, mert ez az, ami történni fog. Mert nem lehet más. És a fiatal, aki dolgozik, neki még így sem lesz egészségbiztosítása. Mert nem lesz rá keret. So we face real challenges here. Low fertility levels, which is the main cause of declining populations, means we don't have so many people in working ages compared to those who are retired and collecting retirement and other benefits. How are we going to plan? A helyzet az, hogy ehhez nem kell géniusnak lenni, vagy atomfizikusnak, bárha van olyan. Arról beszél, hogy ha öregszik egy népesség, akkor egyre több ember fogyasztja a pénzt a társadalombiztosításon keresztül, és egyre kevesebb ember termeli azt. Azaz többen fogyasztják ki, mint amennyien az befele teszik. Adjon ehhez hozzá mindenki 10-15 millió migránst az egész kontinensben, ami a fogyasztóknak a számát ugrásszerűen megnöveli gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra. Nem kell megvárni, míg generációk öregszenek meg, hanem puff, egyszerűen csak ott van 15 millió éhes száj, akivel még mindig valamit tenni kell. De nem csak éhes száj, hanem szomjas száj, meg fázós test, meg mit tudom én mi. It's also true that never in history have we had economic prosperity accompanied by depopulation. It's also true that never in history have we had economic prosperity accompanied by depopulation. A gazdasági fejlődés elképzelhetetlen népesség növekedés nélkül. Legalábbis elképzelhetetlen volt egészen mostanáig. Modern economies need growing populations, which means that every developed nation. Minden modern gazdaságnak szüksége van növekvő népességre. Ez így volt egészen mostanáig, ez nem így lesz természetesen, hiszen a technológia egy új fázisba lépett, ettől függetlenül a helyzet eddig így volt. Ez a bevándorlók száma millióban, Európa népessége, 94-től, ugye ez elérte a minimumot, 98-ban 1 millió volt a bevándorlók száma, 2004-ig ez megduplázódott, sőt több mint duplája lett, aztán most elkezdett megint csökkenni ez a bevándorlók száma. Developed countries would say that there's no problem with aging because they can make up the lack of labor force by immigration, which is happening today, especially in Europe. És Európában a gazdasági növekedést ez az, ami fenntartja a bevándorlóknak a mennyisége. És ezért nem látszik most ez a probléma, ugyanis a bevándorlók és azoknak a termelése lehetővé teszi azt a kormányoknak, hogy ezt elfedjék, ami tulajdonképpen a valóság. Australia. This will mean greater out-migration from the poor. Még annyit, hogy ő a amerikai katolikus egyetemen dolgozik, és PhD, illetve professzor az üzlet, illetve gazdasági szakon. Szóval nem akárkiről van szó. Ő szintén gazdasági professzor, PhD, és a Navarrai Egyetemen Spanyolországban. Migration is basically young, is basically male. And that is very serious for several reasons, but I mean the two that I like to point out is one is the labor productivity is decreased in the developing country because there's no labor force. They are overseas. And second, the generation of human capital because those children are growing up with. Okay, az egyik az, hogy a férfiak elvándorolnak, ez az, amiről beszél, hogy a fejletlen országból elvándorolnak azok, akik képesek dolgozni, elmennek a fejlett országokba, ezért akkor a különbség egyébként a régiók között. De azok, akik képesek dolgozni, akár fizikálisan, akár mentálisan, vagy intellektuálisan, azok elvándorolnak más helyekre, így nem maradott senki. És eltűnik az apa a családba. Well, human capital refers to the knowledge, skills, information that people have. Ő egyébként Gary Becker, PhD, a Chicagói Egyetemről, aki mellesleg 92-ben gazdasági Nobel-díjat kapott. Economies are based on information and knowledge, not physical strength, but
command, mental command of different types of information and skills. So és a gazdaság átalakult, mégpedig a fizikai erőről, illetve a fizikai képességekről áttevődött egyfajta intellektuális frontra. Természetes az, hogy a számítás technikára utal. It's the foundation of modern economy. Ez pedig az új gazdaságnak az alapja. Any economy that doesn't have substantial investments in its people's human capital won't be able to become a modern or a rich economy. It would be ironic and it would be very unjust. Minden gazdaság, ugye ezt mondta Gary Becker az előbb, minden gazdaság, amelyiknek nincsen megfelelő emberi tőke, nem áll rendelkezésére, az nem tudja magát fenntartani hosszan. Unjust. That the poor countries should come out to bail out the rich countries because the rich countries have been delinquent in doing their homework, keeping up stable and strong families, and then they themselves would lose theirs, bailing us out. Szóval az európai, illetve a fejlett gazdaság az, amiről ő beszél, és azt mondja, hogy a bevándorlók azok, akik ezt a gazdaságot fenntartják, és ennek az az ára, hogy a család tönkre megy ott, ugyanis onnan eljön a férfi ide, vagy aki képes dolgozni, a család tönkre megy itt, mert aki itt él, az nem tud dolgozni, mivel a bevándorló az, aki a munkát végzi, nagyjából ez a helyzet. Strong families, and then they themselves would lose theirs, bailing us out. Az erős családnak a felbomlása, ami tulajdonképpen számos helyről támadás alatt van, hiszen a férfi-nő gyerekek, illetve a nagyszülők családmodell az megváltozott, és ezt én igyekszem bemutatni, amennyire csak lehet. Nem csak a feminizmus okolható nyilván ezért, de sok más faktor mellett ez az egyik. Ez a gender mozgalom szintén egy probléma. Ugyanúgy, ahogyan a munkahelyek eltűnése probléma, és sok más. De azt meg kell értenie mindenkinek, hogy tetszik vagy sem, az emberiség alapja az a férfi, nő és annak a gyerekei, a család. Ez így van az írásokban egyrészt megírva, másrészt azt láthatjuk most ebből a rövid videóból, hogy ez így van, ez csak egyszerűen így van. Chapter is about the American family and why it is that the ő a Chicagói Egyetemen tanít PhD és szociológia. United States is having enough children to replace itself more or less. I think a probléma az Amerikai Egyesült Államokban, hogy nincs elég gyerek annak érdekében, hogy a társadalom gyakorlatilag saját magát fenntartsa. Many people would say it's Hispanic immigrants that are having children fairly early, having two or three when. Ugye úgy hívják, hogy spanyol, de egyébként a bevándorlók maguk, a mexikóiak, ez az a családmodell, ami még fennmaradt ugye normál körüli állapotban, amikor fiatalon és több gyermeket vállalnak, illetve a bevándorlók azok, amik, és ez a spanyol családmodell az, ami fenntartja még az Amerikai Egyesült Államokban azt a látszatot, hogy van növekedés, de egyébként már minden más demográfiai csoportban a hanyatlás megindult. Minden más csoportban. Greece and Spain and France and Italy. Ez Görögország, Spanyolország, Franciaország és Olaszország. And Japan and Russia. Japán, Oroszország. All of Eastern Europe have fertility that's much below replacement. És Kelet-Európában szinte minden ország sokkal a fenntarthatósági arányok alatt van, illetve a szám alatt, ami 2-1-3. Mexico has experienced an incredible birth dearth. The decline in fertility in Mexico is without precedent in world history. Mexikói népesség csökkenés, amiről beszél, az ehhez, amit itt látunk. Az emberiség történelmében, illetve hát az általuk statisztika, mióta statisztikát vezetnek, az példátlan. Ez az, amit látunk itt. Ez a mexikói gyerekek és a népesség 0 és 4 éves között, ez a zöld grafikonok, 90-ben 11.400, ez ugye ezrekben, szóval millió,
És ez volt a 95-ös, a legmagasabb, és láthatjuk, hogy mi az, ami most 2005-ben van. Ez természetesen több faktor, szintén az egyik ezek közül az, hogy elvándorolnak az emberek, a másik az, hogy kevesebb gyerek születik. Az, aki képes, az elmegy az Amerikai Egyesült Államokba, ott fog élni, ott fog gyereket szülni, ezért eleve zuhanásnak indul a népesség, csak aki ott marad, az sem tudja fenntartani magát, hiszen elmegy az, aki dolgozni tud, így a gazdaság hanyatlik, ezért elfogynak. Szóval ez egy olyan folyamat, ami gyakorlatilag önmagát erősíti. És az éles eszűek láthatják azt, hogy észak felé történik a vándorlás, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, azaz Észak-Amerika, illetve Nyugat és Közép-Európa, azok az állomások valamennyire észak, ahová vándorlás történik. Ezek azok a területek, amik egyébként a legvégéig meg fognak maradni. Ide fog akarni mindenki jönni, ugyanis itt van még valamiféle élet, valamiféle gazdaság, valamiféle remény arra, hogy egyáltalán élet fennmaradjon. Úgyhogy az új világrend természetesen az egész világot magába foglalja majd, de a központi régiói azok, az a mai fejlett Nyugat és Közép-Európa lesz, amire azt mondhatnánk, hogy ez az utolsó emberi terület ebben az egészben. The Americans have this vision that there'll always be Mexicans trying to come across the border and that we need some huge wall to keep them out. Well, careful what you wish for, because not only in Mexico, but throughout Latin America, we're seeing these dramatic declines in fertility. És a helyzet az, hogy az amerikaiak és mindenki most a fal miatt aggódik, hogy falat kell építeni, mert annyian jönnek befele az országba. A helyzet azonban az, hogy ez egyáltalán nem is így van a valóságban már. Ez az amerikai populáció, bocsánat, az amerikai népességnek a mérete, ez pedig így alakul. Ez a mexikóiak szerintem. 60% of US population growth since 1990 has come from immigrants and their children. Mostly Hispanic immigrants. 60% az amerikai népesség növekedésének az mexikói bevándorlók voltak, illetve az ő gyermekeik, akik ott születtek. A 60%-a annak a növekedések, amit az iskolában tanítottak ezeknek a szerencsétleneknek, hogy túlnépesedés van, meg elszaporodunk, az nem is valós növekedés volt, hanem bevándorlók és azoknak a gyermekei. Adam, és mellesleg ez így van mindenhol a fejlett ipari világban. Smith, probably the greatest of all economists, once wrote that prosperity is associated with growing populations and depression, he didn't quite use that word, but he meant that, is associated with declining population. Amiről beszél, az az, hogy gazdasági növekedés az növekvő társadalommal kapcsolható össze, és gazdasági depresszió vagy csökkenés az pedig csökkenő társadalommal. It's new, could lead to very serious other negative consequences. These are a few that I mentioned. És annak, ami most történik, annak súlyos következményei lesznek a jövőre nézve. Before we go further into the consequences of demographic winter, let us first explore the causes. How did we get here? Amiről beszél az az, hogy miért nem nézzük meg, hogy mik is ennek a jelenségnek az okai. És szerintem ez az a pont, ahol meg fogunk állni, és folytatni fogjuk jövő héten. Ugyanis addig mindenkinek lesz ideje, hogy szépen megosztogassa itt ott, ahol akarja ezt a videót, mert szerintem ez egy nagyszerű tanulsággal fog szolgálni, sok nagyszerű tanulsággal szolgálhat azoknak, akik az igazságot keresik, illetve akik terjeszteni akarják. Én biztos vagyok benne, hogy az embereket érdekli az legalábbis a legtöbb emberben benne kell, hogy legyen valamiféle motiváció arra, hogy megismerje a világot. De nem is kell, hogy a legtöbb emberben legyen. Az a lényeg, hogy mi csak bele tudjunk valahogy ebbe a folyamatba csatlakozni. Találjunk néhány olyan embert, aki nyitott arra, hogy megismerje a valóságot.
én mindenképpen megpróbálnám elkerülni azt a szélmalomharcot, ami folyik az interneten. Mert annak semmi értelme nincsen. Nem lehet az embereket erőszakkal meggyőzni. Csak azt lehet meggyőzni, aki érdeklődik alapból. Úgyhogy én azt javaslom, hogy türelemmel várjuk meg azt, míg az emberek eljönnek hozzánk és kérdeznek, ahelyett, hogy mi próbálnánk győzködni őket. Én alapvetően egyébként azt tanácsolnám a legtöbb embernek, hogy ne is foglalkozzon azzal, ami a social médián történik, legalábbis próbálja meg magát kivonni ebből az egészből, amennyire csak lehet, mert ez káros az életünkre. Ez igaz rám, ez igaz mindenki másra. De ha valaki már arra adja a fejét, hogy próbáljon felébrezgetni embereket, akkor semmiképpen ne próbálja meg azt úgy, hogy győzködi őket arról, hogy már pedig nekünk igazunk van. Ennek nincsen semmi értelme, és ez nem fog eredményre vezetni. Próbálj megérteni mindenki azt, hogy az embereket nem lehet erővel felébreszteni. A legtöbb ember soha nem fogja ezt megérteni. Annak ellenére, hogy megvan benne egyfajta hajlandóság arra, hogy megismerje az igazságot. De a legtöbb ember ezt nem fogja felfogni soha. Azért nem, mert a világ mindig is csábítóbb lesz számára. Még néhány hírt meg fog mutatni egyébként azok kedvéért, akik itt vannak. Csak próbálom megnyitogatni őket, amiket így küldtek a hét során nekem köszönet. Egyébként ezért. Igazából nem is tudom, hogy mennyi a valóság tartalma ezeknek a híreknek. De nézzük meg. Szóval egy pillanat. Itt valami, na mindegy, csak megpróbálom, inkább felolvasom. Okos sírhely forradalmasíthatja a temetőbe járást. Ez egy hír, ez világfigyelő. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy mennyi a valóság tartalma, de hát én nem tartok semmit egyébként elképzelhetetlennek, úgyhogy ez közte. De most már megmutatom. Csak azért, hogy hol tart a világ. Az emberiség teljesen megbolondult. Egy abszolút más valóságban éli világát a legtöbb ember, mint ami a realitás. A legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy mi az, ami valójában történik. Világon egyedülálló magyar fejlesztésű kegyeleti szolgáltatás mutattak be Budapesten, mert lehetővé teszi, hogy a temetőben barangolva a látogató okostelefonja sírhelybe épített úgynevezett lapidáris kő segítségével lejátsza az elhunyt videóját, megjelenjenek kedvenc fotói, vagy épp élettörténete, így teljesebbé váljon a megemlékezés. Gyakorlatilag, ahogy mászkálunk a temetőben, egy videót játszik le az okostelefon, gondolom egy applikáció segítségével, arról az emberről, akinek a sírja mellett elhaladunk, és éppen szeretnénk, hogy ezt lejátsza. Szóval a világ ebbe az irányba halad. És egyébként én meg is tudom érteni, hogy az embereket érdeklik, meg vonzák ezek a dolgok, de mégis azért bizarr, hogy megy a valóság, úgy értem, hogy csökken az emberiség, elfogyunk szépen, kihalunk, és közben mi erre fordítjuk az energiánkat, hogy lehet videót lejátszani egy halott emberről. Érthető az, hogy mennyire bizarr, hogy mi az, amit próbálok mondani? Hogy a világ leég az emberek körül, és ők mégsem
képesek ezt felfogni, illetve nem is érdekli őket. Itt van egy utolsó, még mesterséges intelligenciával rendelkező robot hírolvasókat állítanak munkába Kínában. Kína és a Xinhua hírügynökség bemutatta a világ első mesterséges intelligenciával rendelkező szereplőjét és bemondója. Itt van. Az egyik a kínai, a másik az angol nyelvű hírműsorokban szerepel, majd a szoftver kínai, a mimikát, a szájmozgást és a hangot gépi tanulásos módszerrel javították. Mindenki eldönteti, hogy mennyire élethűen ugye itt látható ez. Az viszont biztos, hogy a robotok a nap 24 órájában bevethetők, ráadásul még fizetés sem kérne. Kína korábbi bejelentése szerint 2030-ra a föld vezető mesterséges intelligencia fejlesztője lesz, erről már beszéltünk néhány hónappal korábban ugyanebben a sorozatban. Robot hírolvasók Kínában. Ez az, ahol a világ tart. Ebben a pillanatban. Úgyhogy sok sikert mindenkinek az emberiség felébresztésében. Én semmiképpen nem őrülnék bele ebbe a folyamatba, mert annyit nem ér, de mindenki tegye meg a tőle telhető. De koncentráljon elsősorban saját magára, arra, hogy ő a helyes úton járjon. Ez a legfontosabb, a többi mind másodlagos. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva folytatjuk ezt a videót, mindenképpen befejezzük legalább ezt a részt, ami az emberiség fogyásáról szól, ez jövő hét kedd. Szombaton találkozunk a Yahoo útja csatornán. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és ez a dolgok állása 2018. november 13-án. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja, és shalom.